Melyikből szeretnél? Márványos pereszkét és szegfű gombát árul ez a nő a szekszárdi piacon. Koromné Nyiládi Ibolya több mint 20 éve járja az erdőket és gyűjti az ehető gombákat, hogy aztán a piacon eladhassa azokat. Elmondása szerint évről évre csökken a begyűjthető fajok száma. Májusban kezdődnek a rókagombák, a vargányok, de sajnos az sem volt elegendő, egy-két szemet találtunk. Akkor utána szegfű gomba május vége felé, az se nagyon volt, az idén nagyon kevés volt a gomba. Kora tavasztól késő őszig tart az erdőben szedhető gombák szezonja. Sokan kirándulások alkalmával gyűjtik be ezeket, hiszen az erdei gombák ízvilága összehasonlíthatatlan a boltban kapott társaikkal szemben. Szabó László gombaszakértő elmondta, hogy a 2019 és 2020-as év nagyon jónak számított a növények növekedése szempontjából, az idei évben azonban sokkal kevesebbet lehetett találni ebből a csemegéből. Nagyon kevés eső volt az idei évben. Nagyon nehezen tavaszodott ki, viszonylag hidegek voltak az éjszakák, meg késő tavasztal is. Kevés volt a csapadék, és hát az év az már így is indult, hogy nem lesz egy túl jó gombás év. Szabó László azt is hozzátette, hogy az elmúlt két év bőséges termése után kell most egy kis regenerálódási idő a gombáknak, hogy jövőre, amikor kedvezőbbek lesznek az időjárási viszonyok, újra gombász döpping év legyen.